Megtartotta a gazdasági évnyitóját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétvégén Budapesten. Itt értékelte a hazai gazdaságot és vázolta a kormányzati elképzeléseket Orbán Viktor. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is részt vett az eseményen. Magyarország rendkívül jól vette a pandémiás válságot és a nyomába jövő válságot, és úgy tűnik, hogy szintén az első között van, amely maga mögött tudta hagyni ezt a válságperiódust. Nagyon érdekes, hogy Lengyelország és Magyarország fejlődik leggyorsabban az unión belül, és ugye itt vannak a legsúlyosabb konfliktusok és az uniós bürokráciával. Az ember ezen el kell, hogy gondolkodjon. Az látszik a számok adatokból, hogy a közép-európai térség fejlődése az hosszú távon gyorsabb lesz, ha valami nem történik. Ha marad ez a fejlődés, akkor 2030-ra eléri az uniós átlagot hazánk is, mondja Sikfői Tamás. Nagy gond a munkaerőhiány, ami 2050 előtt nem fog megoldódni az elnök szerint. Viszont a hazai kis- és középvállalkozásoknál nagyon nagy mértékben elindult a termelékenység növelése. Ez automatizálást, robotizálást jelent a gyakorlatban, illetve a hatékonyság növelését. Baranyában valójában nincs hová hátrálni, mondja a várakozásokkal kapcsolatban a megyei elnök. A negyedik legfejlettebb megye már sok tekintetben az utolsók között van, illetve 21-ben történtek olyan elmozdulások, amelyek révén megelőztük például Dél-Dunától, megelőzte Észak-Magyarországot, Észak-Alföldet és Dél-Alföldet, pedig sokkal kevesebb erőforrás, közösségi erőforrás kapunk, mint azok a térségek. A gazdasági szférában már nagyon erőteljesen megfogalmazottak azok az elvárások, hogy a közszféra vegye ki a részét. A fejlődésből a munkájának középpontjában egyértelműen a versenyképességi szempontok legyenek. Sikfői Tamás szerint látható, hogy a gazdaság is előre tört a régióban. Ez azt jelenti, hogy nő a hatékonyság, a termelékenység, egyre több innovációt és komoly beruházásokat tudnak megvalósítani a vállalkozások.